Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő Hogwarts Legacy végigjátszás videómban. Már el is kezdtük az első küldetésünket ma. Weasley professzorral szeretnék találkozni, immáron magyar felirattal, srácok. Szóval ennek tökre örülök, hogy ezt megcsinálták a srácok, a magyaritások.hu oldalom. Ennek a küldetésnek a neve az pedig a szükség szobája. Kis Fittyent. A szükség szobája, kérem szépen. Ezt most fogjuk megtanulni. Valószínűleg, hogy hogyan használjuk ezt a szobát. Gondolom én. Nem tudom, mit csináltam, de közi. Eléggé rég volt Hogwarts Legacy végigjátszásom, srácok. Ezért elnézést. Azt is tudom, hogy amúgy olyan sok embert amúgy annyira nem érdekel ez az egész, de akik itt vannak, tudjátok, hogy értékellek titeket, és akkor írjatok be egy hozzászólást meg, hogyha szeretnétek még, hogyha befejezem azt a gomeszkót, egy lájkot is, hogyha majd tetszik a videó, kérlek szépen majd ne felejtsétek el. Aha, a szükség szobája. Véletlen botlik bele, hát mi is így nagyjából véletlen botlottunk bele szerintem. Nem akartuk konkrétan kinyitni. Aha. Használjuk ki a pillanatot, hogyne? Ki az a Deke? A házi majomokról az ön első napján beszéltem. Aha. És ezzel itt mit csinálunk? Akkor mit csinálunk ezzel, hogy... ha nem akarsz átmászni rajta? Evapores, de... mindegy, Evanesco, angolul. Gyorsan elsajátítjuk ezt a csodálatos pálca mozdulatot, szép volt. Amikor a szükség szobájában használják, eltünteti az objektumokat és visszaszolgáltatja az azokra elköltött holdköveket. Jelentsen ez bármit is? Dear. Holdkő. Az igen, kaptunk 8 holdkövet, pont nem látjátok tőlem, de kaptunk. Oké. Okay. Majd beszélünk róla, hogy mire tudjuk ezeket használni, mindenképpen. Mindenképpen, Weasley professzor. Hol van a Deke? Hol van a Deke? De hogy, ja, ez a szükség szobája, ez egy szép szoba. Na, mit találtál? Régi iskolatáskám. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Okay. Felfedezem én magamtól ezt a placot mindenképp. Ben? Aha, itt nyomunk még egy ilyen. Eltüntető bűbájt. Nagyon szép, és itt van egy láda, ezt meg tudjuk nézni, majd ki kéne szenni Akióval, így van. Ja, ezzel csak izéni tudnánk ott felmenni, ugye? Most fel kéne leviószóznom, gondolom. Oké, azt is eltüntetjük. Ott is tovább tudnánk menni, hát akkor merre menjek? Hát de itt meg itt erre fel tudok menni. Jaj, nem, itt nem tudok felmenni. Na, akkor itt lehet, hogy találni fogunk valamilyen... nem tudom, ami jó cuccot esetleg? Jaj, véletlen eldobtam egy olyan... salátát, vagy káposztát, vagy mi az Isten az a francba. És nem tudok tudom, hogy egy legyó szót rá, de... aha, tudok. Jó, és akkor így fel tudok itt mászni. Tök jó, és igen, itt van egy láda, na. Mi van benne? Egy talár. És trapabíró talárt találtunk, na. Mindig a tabot nyomom meg, és dobálom ezeket a rohadt káposztákat rohadt életbe. Fú, nagyon fura, hogy magyar, nagyon fura, hogy magyar, de szerintem király. Ez plusz kettővel több támadást ad nekünk, szóval felvesszük ezt mindenképpen. A kinézetét meg hát akkor változtassuk, meg nem annyira jön be ez a stíló. Ez jó lesz ez az halálfejes, vagy legyen a sima. Ez a halálfejes, jó van. Ja, és akkor itt szépen lecsúszunk, és akkor megyünk tovább, I guess. Itt szépen átosonunk. That's not helpful, you worthless pile of tin. Jó, ez szépen szétesett. Na, kicsit megsértődtem, amiért a szoba azt hitte, hogy fürdésre van szükségem. Szemtelen dolog. Ja, kapott egy kádat. De, figyelj, valakinek egy WC is jött. Amúgy ez milyen jó jönne, hogyha éppen nem találsz sehol WC-t, megjelenik egy. Mennyi minden van itt amúgy, amivel lehet interaktálni. Egy random egy ajtó, bemész, aztán elvégzed a dolgod.
GG's. Rebelliót azért nyomok, hát ha valahol vannak még dolgok. Például ott én azt, ja, azt megnéztem, igen, azt emeltem fel az előbb. Ezt is eltüntetjük, még több holdkövet farmolunk ezzel. Nem látta az ott egy... Igen, az egy cikesz. Az bizony egy arany cikesz, kérem. Oké, ki kéne innen ákkiozni. Gyere, ez az, jó. Itt meg beosonunk, hát ha találunk itt bármit. Itt át tudok menni. Itt nem tudok átmenni. Akkor hogy kéne itt nyomek egy ákkiót, az nem annyira segít a dolgokon. Na várjál, ezt meg kell fejtenünk, mert biztos ott van egy jó kis láda. Ez kell nekünk. Várjál, ide ákkiozni esetleg? Aha. Ez lesz az, és így ki tudom nyitni, nem tudom, de, na, így, oké, így megvan, egy egyenruhát találtunk, kérem szépen, jó, hát megoldottuk, jó, lehet, hogy egy kicsit még át is bugolt, de azzal nem az én problémám, jó, Zaki, ott fejez már be. Na, találtunk egy egyenruhát, az is jobb elvileg, ami jelenleg rajtunk van. Na, de azt a manót találjuk már meg, jó. Gyertyák itt mutatják az utat. Gyanús, és meg is van a manóka, meg van a dík. Nem tudom, mit akarunk tőled pontosan, de Wizard professzor vagy megmondja. Egy táskát hoz nekem. Nem nekem hozta. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Deke is honored to meet you. Deke has been a friend. Lekötelezel, Deke. We discovered this room together. Együtt fedezték fel ezt a szobát. Wow, mikor másodéves volt a Wizzy professzor. Nem ma volt. Mindenféle tisztelettel. Of course, Professor Weasley. It's time to focus on what you need. Okay. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. Na, kíváncsi leszek erre. Koncentrálj arra, ami kell. Wow. Egy földrengést szeretett volna átélni. Mindig is. Ez volt a vágya. Jó, mondjuk ez menő. Damn! Mi lesz ez? You've given yourself quite a canvas to work with. Ez kom. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. Aha. One should always understand the effects of. Milyen hatásai vannak a darabnak, amit éppen viselek. Értem, azonosító asztal. Oké, de jelenleg azt hiszem nincs olyan ruhám, nem? Vagy van olyan ruhám, amit azonosítani kell? Azt hiszem van egy, várjál. Ó, cserzett köpeny. Aha, egyet azonosítottam. Volt egy köpenyem, amit tudtam azonosítani. Arra nincs annyira szükségem, mert gyengebb, mint ami jelenleg rajtam van. Ezeket tudok valamit kezdeni? Ezeket is el tudom pakolni. Hát pakoljuk már ki át a holdköveket, akkor itt farmoljuk, srácok. Az idézésről. A tárgyak létrehozásának vagy megidézésének a varázslata? What? Na erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni. F. Bal click space. GG's. Idézzeg a palántázó asztalt, meg a bájtal főző asztalt. Jó, akkor behúzzuk ezt az új megtanult varázslatunkat. Nyolok egy hármast, és akkor nyolc csak itt kiválasztom. No way, de komolyan. Tudományos, botanikus, nem tudom, tudományos, nem tudom melyikkel, de ott van, és le tudom tenni, ahova szeretném. Jó, ez menő. Tudom forgatni esetleg? Hogy ne tudnám? Hát, jó, hát ez... Ez nagyon menő. És kell egy gyógynövénytan, és akkor egy
tudományos palántázó asztal. Bum. Jó, szóval megcsináltuk ezt a küldetést, a szükség szobáját. Itt van egy mellékküldetésünk. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt szeretném most én megcsinálni. Ja, szerintem itt egyelőre nem nagyon van erre szükségünk, vagy nem tudom, de a kripta árnyékában nevezetű küldetésre rápöröghetnénk. Sebastiant valószínűleg a szokásos helyén találom, a sötét varázslatok kivédése tanterem közelében. Ja, menjünk oda. Szia, Sebastian, nyomjuk, kérem szépen. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me. That counts for something. Did you find what you were looking for? I did. But something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more. Igen, Sebastian, ugye kiállt mellettünk. Mikor lebuktunk a könyvtárban. Ez mindenképpen egy fontos információ volt, mert így tudjuk, hogy megbízhatunk benne amúgy. Na lépjünk be a kriptába. Mit fogunk itt csinálni? Dear. Beállítottuk a holdállást. Sebastian meg kimmaradt. How did you find this place? Vagy már előttünk bejött. Jó van. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Mhm. With my sister. Nagyon szép ez a kripta. És she loved that infernal game. És mi van itt? Találtunk egy sálat, ami bénább, mint ami jelenleg rajtunk van. I swore to Ominous I would safeguard this place. Jó van. Keep this between us. Nem mondom el senkinek, eskü. The blasting curse. Robbantó átok. It's not an appropriate spell to teach students. Wow. Veszélyesnek hangzik. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, rendesen meg kéne tanítani és nem betiltani az ilyen veszélyes varázslatokon. I can teach it to you safely here. Persze, nyomjuk. Benne vagyok, gondolom. Szétrobbantunk mindent. Nyomjuk. Bang! Bung! Bing! Jaj, és egy F. Nagyon jó. Confringo! Messzebbre megy. Bang! Dear! Menő! És addig is elér amúgy. Nagyon messzire el tud lőni. Ez komoly. Boom! Dír! Dúr! Wow! Jó, hát ez menő. Főleg, hogyha majd ellenségeken is tudom használni. Hát arra kíváncsi leszek. Leégettük a szemöldünk. You said something was missing from what you found in the library. Így van. To do with Victor Rookwood. He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts. When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this portkey that a portkey. Gringotts. Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Elmondjam az igazat neki? Hát igazából ő is tök nyitott volt nekünk, felénk amúgy. Elmondom az igazat, megérdemli, mert kiállt mellettünk. Ő is kiállt mellettünk, én megbízok benne most már. I can see traces of ancient magic. Yep. Ancient magic. I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. Ja, nem is tudja, mi az. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? Yep. That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does this allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. Sure. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. Lehet többet kéne robbanó átokkal foglalkoznom. Keep this place between us.
önvédelemből, nyilvánvalóan. Nyilván. Jó van, kösz szépen, tetyám. Kösz, örültem, hogy megtanultuk ezt a szuper varázsigét. Szétrobbantunk mindenkit. Jöjjön egy pár baj. Hello, Sebastian. Wait. Hoppá, Ominis. Oh, hello. A vaksrác. Ominous, isn't it? Hellóka. I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. Így van, és az a baj, Ominis. How did you get in there? Ominisnak nem kellett volna tudni arról, hogy benn vagyunk, mert nagyon védi ugye ezt a helyet, hogy senki ne tudja meg. Belebotlottam. Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Csak izé így el kéne osonni mellette, hogy azt higgy, hogy még ott vagyunk. A word about this place to anyone. Not even your precious professor will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Jó van, Ominis, itt az ideje, befognod a pofára. Ígérem, hogy nem mondok semmit. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. Yep. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Okay. Sebastian is going to get an earful about this. Ez a szerelmény sokat fog hallani. Jó van. Figyelj, a robbanó bűbány most tanultam meg. De jó lett volna feltorrobbantani. Mindegy. Na nézzük meg ezt az új felszerelést, amit találtunk. Ahogy egy sálat. Igen, ez bénám, mint a miénk, ez nem kell. Viszont volt egy öltözékünk is. Így van, ez 5-tel több védelmet ad, mint a jelenlegi. Jó, nézzük meg, van-e most főküldetésünk? Nincsen. Megkapom a Depulzó nevezetű varázsigét, meg tudom tanulni, hogyha ezt a Sharp professzor megbízását teljesítem. Oké, szóval szerezek be, majd használjuk egy fókuszfőzetet, és ugyanúgy egy Maxima és Edurus főzetekkel. Jó, és azokat egyszerre kell használnom. Jó. És most már Garlic professzortól is van egy ilyen megbízásunk. Ezeket a megbízásokat amúgy szerintem érdemes lehetne megcsinálni. És utána majd megcsinálom a főküldetést, ezt a térkép csarnokosat. Ja, Wingardium Leviosa-t most fogjuk megtanulni. Ja, hogy az egy más dolog, mint a Levioso. Tehát az kettő különböző cucc. Akkor kellene nekünk csápfű, meg mandragórát kell használnom több ellenségre. Akkor ki kéne mennünk a Rocksmorzba, nem? Jó napokat kívánok! Szavasz, Pipin! A recept 1200-ba kerül a fókuszfőzetnek a receptje. Basszus, az sok. Az sok, de vannak alapanyagok is amúgy, nagyon jó, meg vannak ugye kész. Vannak kész cuccok. Jó, figyelj, veszek fókuszfőzetből, kőkemény 500-ért. Veszek egy Eduruszt is, mert ez is kellett. Veszek egy Maximát, mert ez is kell. És ha már itt vagyunk, akkor egy Wingeveld, egy erőnyerő potit is. Hát abból megveszem mind a hármat szerintem finomul, így jó. És közben itt el tudok adni olyan dolgokat, amiket már nem fogok használni, és ezeket szerintem el is adom, mert nem kellenek. Jó, Pipin, köszönöm szépen, hogy itt tudtam vásárolni. Vannak potiaink, meg vannak azok a potik, amiket kell használnunk. Viszont mérges csápfüvet nem sikerült beszereznem, meg mandragórát sem. Kutyabengés galócában megtaláljuk őket. Na várj, az melyik? Ó, itt lesz. Kérem szépen, ez lesz az oda, kéne szépen kiosonnunk. Szépen kisprintelünk oda, mert ott fogunk tudni ilyen növénycuccokat vásárolni, hogyha minden igaz. Nekem mandragórára lesz szükségem, 500-ba kerül. Hát épp, hogy meg tudom ezt a kettőt venni. Jézusom, ezek mocsok drágák. Hát így lenullázom magam gyakorlatilag. Hál' Istennek. Basszus. És akkor ezeket csata közben kellene használnom. Figyeljetek, szerintem a tiltott rengeteg egy tökéletes hely arra, hogy leteszteljük ezt a dolgot, viszont mielőtt belemennék, előtte jó lenne majd beállítani, hogy miket használjunk. Mert az idéző varázslatot szerintem annyira nagyon nem fog kelleni. Vadorzó, párbajozó. Meg kéne ezekkel próbálni valamit csatázni, nem? Szevasz! Jaj, már kaptam is. Dodzsolunk egyet, és dobok neked egy mandragórát. Jó, ezt használtuk. Ezt használtuk, és akkor használjunk egy ilyet is. Oké, őt felizértük. És akkor, ezek a dodzsok mennek nagyon keményen. Jó.
Levioso, és kapsz egy ilyet, jó. Ú, ez nagyon jó ez, és akkor nyomok egy tabot. Erre négyes kéne, igen. És akkor most Levioso, és akkor most kap... Íj, én is kaptam, oké, okay. Kéne egy G. Egy Wingelwald Potion, jó. Oké, felgyújtottuk, és akkor várj, a potikat kéne használnom, a potikat. Fókusz főzett, azt mondja, hogy tab. Oké, elhasználtuk a fókuszt. Ezt benyertem. Azt felgyújtjuk. Használjunk egy maximát is. Oké. És használunk még egyet. Az Eduruszt. Így. Azt hiszem használtam az összeset, és most meg kéne inni a Wingelveldet, meg is ittam. Jó, felgyújtom. Felemelem. És akkor egy négyes nyomunk, és akkor kapja a basic varázslatokat. És meg is öltem, és akkor itt kicsináltam mindenkit? Nem? Aha, ő még él, várjál. Kap egy ilyet, és egy ilyet. Jó, most öltem meg mindenkit, és szerintem használtam mindent. Na várj, ezt meg kéne nézni. Igen, mindegyiket megcsináltam, mert már csak az a küldetésük, hogy vegyek részt a Bájtal tanórán, vagy pedig a gyógynövény tanórán, szóval... Zsír, megcsináltam az összes olyan elvárás, amit vártak tőlünk. Most hát így egyszer elhasználtam ezeket a potikat, és így nem igazán értettem meg, hogy mi a lényegük, de majd egyszer rájövünk. Majd egyszer rájövünk, amikor élesben használjuk ezeket. Itt találunk egy-két shillinget itt közben, ami kicsit pontosabban Galleon, de nem baj, nyomjunk egy Reveliót, hogy találunk-e itt még bármit. Aha, hát itt még pár gombát be tudunk gyűjteni, de amúgy azokon kívül nagyjából itt szerintem meg vagyunk. Na, jó napokat kívánok! Elvégeztem a feladatomat. Tells me she taught you Levioso. Igen, a Leviosont már tudom. Igen. A Wingardium Leviosa. Oké. Basszus, én végig abba voltam, hogy én rosszul tudtam, hogy annak mi a neve, de és kiderült, hogy ez egy teljesen másik varázslat, basszus. Hihetetlen. Hihetetlen, de megcsináltuk a Wingardium Leviosát is. Na, Wingardium Leviosa, be is teszem a négyesre. És akkor figyeld, azt mondom, hogy négy. Aha, nyomok egy E-t. Aha, akkor így megpörgeti. Nyomok egy F-et, egy V-t. Aha, akkor közelebb jön. F-fel távolabb. Mondom, F-fel távolabb. Igen. Jó, én nagyjából vágom. És akkor mehetünk a Sharp professzorhoz a depulzort megtanulni. Én jöttem beszélgetni, végeztem a feladatokkal, tetyám, végeztem. Ennél már voltak nehezebb feladataink is. Ez hátra taszít. Szóval megfogom és azt mondom, hogy négy, és akkor hátra taszítja. Dear. Jó, hát ez is egy dolog. Jó, hát figyelj. Elűző bűbáj. Teljesen jó. De szerintem ilyet eljött az idő a következő fő küldetésünkhöz, így, hogy megvannak ezek az új varázsigék, szóval át teleportálunk egy másik helyre. Ó, Fignek fogjuk átadni a híreket, amiket még azt, amit találtunk ott lenn a pókuk után lenn abban a nagy csarnokban, gondolom, az ő azt még nem tudja, nem? Tudjátok, mit kéne megnéznem majd, hogy a feliratot nagyobbra be tudom-e állítani, mert hogyha mondjuk valaki kicsi kijelzőn nézi, lehet, hogy nem tudja elolvasni. Rengeteg dolog történt. Ezzel kezdjük, jó van? We took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and you met the Headless Hunt. That must have been interesting to say. Most lesokkoljuk az öreget, hogy mennyi minden történt. Head in the pumpkins, so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton. I found the missing pages. You found the pages? Yep. I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Igen. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to. És akkor menjünk vissza a könyvbe. Ja, tényleg, mert azt mondták, hogy a könyvvel kell visszatérnem. Yes. Ez lesz, az kérem szépen. Nézd, Fig, mit találtam. Végig Roxford alatt volt, igen. Jó, de nem mindenki találhatja meg, nem? Nem mindenki találhatja meg. Wow. Menci. És oda szépen le kell tennünk a könyvet? Ígéretesnek tűnik. Ősi varázslat jele megjelent. Elárasztja a szobát. Dear.
Wow, ez mi a fene? De szép. A map. There's Hogsmeade. Térkép. And over here. Rocksmore, Stiltot rengeteg. Az ott a Rocksmore, igen. Szép térkép, yes. How do you do, Professor Fig? How do you do, my young friend? See now why you needed to return with the book? I do. Most már értem, miért kellett visszajönnöm a könyvvel, yes. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability. The potential and power of which will unlock. Should you prove yourself worthy, okay. The location of each of four trials will, in time, appear. Négy próba helyszíne. Trials that will engem test and give you access to invaluable knowledge. Felbecsületetlen értékű tudás. On your own. The passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey. But they were not trials themselves. Ezek nem próbák the voltam. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we had kept secret for gondoltam, so long does not fall. Kíváncsi leszek ezekre a próbákra. Szerintem they will test your abilities both innate and learned. Nem egy seprűvel repülés sebesség próba lesz. Will inform what you choose to do with all that we share. Mm-hmm. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Akkor már most adom a most a próbákat, ne később. Ja, jogos. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. Mhm. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial. Kezdjük az első próbával, zsír. Nem az, hogy majd egyszer később megjelenik. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Csak azok tudják megcsinálni a próbát, akik a mi képességünkkel rendelkezek, tehát hogy ez az ősi varázslat látásával. Jó, akkor kezdjük az első próbát. Percival Rackham próbája. Na, hát erre rohadtul kíváncsi leszek. És lábon kell kimennem? Hát úgy néz ki, hogy nagyjából lábon, ja, de addig el tudok szépen gyors utazni, aztán onnan meg seprővel nem tudok szerintetek ott repülni? Na, olyan ez, melyek? Jó, fel tudok itt repülni esetleg a lombok fölé? Fel! Na jó, na ez az, amit nem hittem volna, oké. Okay. Ez, hogy ki tudtam repülni a tiltott rengetegből fel a francba, ez nagyon menő. És akkor itt van ez a torony. Itt lesz az első próbánk. Hát ugye ezek nem a Merlin próbái, szóval valószínűleg nem annyira lesznek ártalmatlanok. Valószínűleg egy kicsit veszélyesebbek lesznek, legalábbis én úgy gondolom. Jó, és akkor itt megvárjuk Fig professzort, és amint ideért, akkor megkezdjük. Rackham első próbáját. We are not Ranrock's loyalists. I'd like to know why they're here. Miért vannak itt? They set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Van egy táboruk itt, jó. Előtte akkor őket felfedezzük. Kiábrándító bűbáj, szépen betesszük, és négy. Dear, jó. És akkor belopózunk. Loyalista harcos. Stay hidden and cast Petrificus Totalus. Micsodát? Ja, itt van. Aha, oda kell lopoznom és meg kell nyomnom az F-et. Jó? F. Petrificus Totalus. Oké. Well done. Oké, és akkor így egyesével ezeket ki kéne végeznem? Most így nyomok rá egy F-et. Lebukok? Nem buktam le. Jó. Oké, okay, akkor mindenkit így kivégezzek ezzel? Szerintem azt megcsinálom mindenkivel, és begyűjtöm a lootjaikat, tök jó. Ott ketten is vannak, viszont arra ott majd figyelnünk kell.
Ezt a csávót itt megkerülöm, ezt a kis koboldot, és akkor itt is nyomunk egy ilyet, tök jó. Majd utána lootolunk, hogyha... Aha, várjál, ne vegyél észre, el kell bújnom, mert pont felém jött. És akkor most mehet az F-re, és akkor mehet rád is az F. Jó van. Az egyikre nyomok egy X-et. És a másikra is. Jó. Oké, ez egy kicsit erős volt. Itt akkor mindenkit kicsináltunk, itt találtunk egy papírt. Kutasd át a tornyot és a környező területet, figyelj mindenre, aminek köze lehet a nevekhez. Amit ott találsz, lehet a kulcsa, hogy a koboldok végre a nekik megillető helyre kerüljenek ebben a világban. A Ranrok. Hoppá. Hello! Oké, csatázunk egyet. Jaj, wow! Kapjátok rendesen, srácok! Jaj! Oké. Oké, dodge, yes! Kap egy confringot, és aztán... Egy incendiót is őt akkor ki is csináltuk. Megvan mindenki? Megvan mindenki, ugye? Jó, oké, ez egy jó csata volt. Ügyesek voltunk. Szép munkafig. Nézzük már akkor, mi lesz itt. Zárva van. Nyitva van. Ez mi lenne, hogyha megtanítanád amúgy, fig? Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Jó. A kastélyban majd megtanuljuk szépen. Mindenképpen, most már nagyon... Nagyon ideje lenne. Dumbledore. Ó! Oh, szavasz, Rekem! Szavasz, tetyám! Megjöttem itt a nagy tesztelgetésekre. Ez hármas szintű zár. Jó. Na, Rekem, akkor kezdjük az első próbát. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. Koboldok egy picit megnehezítették a dolgunkat. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Oké, találkozunk a térképcsarnokban. És akkor nézzük meg ezt a gold pontot. Ez fájni fog, de hogy fog fájni? Ja, kicsit fájt. És itt van, meg is nyitjuk, vagy hát meg is vizsgáljuk. És akkor meg is jelent az ajtó. Jól van. Oké, magunkra vagyunk bízva, srácok. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz az a próba. De szétszedjük. Elsőre GG easy. Készítsétek. Az első próba, belépés. Aztán lehet, hogy csak annyi lesz, hogy fel kell próbálnom egy köpenyt. Ha jó rám, akkor megvan, ha nem, akkor meghalok. Valószínűleg nem. In Gringotts and the restricted section. Aha. Hasonló plac volt, vagy hát pont ez, I guess, akkor. Igen. Jó, oda valahogyan át kéne mennünk. Várjál, van itt egy lépcső. Erre kell jönnünk. És akkor itt ezt is megvizsgáljuk. Tír, és itt lett egy... What? Azon belül... Látszik egy híd. De csak ezen belül. Na várjál, találtuk egy kis manit. De hogyan csak azon belül? Ja, de akkor ezen belül is. Wait, ez nagyon trippy. Ez nagyon trippy, csak ezeken az átjárókon belül látom ezt a változást, amit ez létrehozott. És ugye a kék, akkor belépek. Most jelenleg is ilyen kék óra van a kijelző körül, és a piros az meg a kijárat. Ó, Wingelwald potion találtunk, erőnyerő főzetet. Nem biztos, hogy ez egy jó jel. És... Jó. Menő. Menő mindenképpen. Az első próba ide vezet. Hopp. Ide.
Oké, és itt lesz szerintem mind a négy, gondolom. Balra, jobbra. Ne érjük meg más, és akkor belépünk ebbe. És akkor itt lesz a próba, gondolom én. Ezeket akkor itt kezdeni nem hiszem. Jó, oké. Jó napokat? Ti nem támadtok meg, ugye? Ti jó fejek vagy, ó... Valószínűleg. Ja. Ez utatom, hogy mire számít csak. Jól van. Akkor nyomjuk neki. Hoppa egy dodge. Ezek ellen mi is volt, jó? A front sem emlékszik már. Nyomok egy Leviosót, az nem működik. A Confringo, hát nem a legjobb. Hát az, hogy láthatatlaná tettem magam, az nem hiszem, hogy a legjobb dolog volt. Nem tudom, ezeket a potionokat érdemes-e használnom. Viszont ami biztos, hogy váltanom kell itt dolgokat. Használj stuport egy ellenségem. Van egy olyan kihívásunk. Jó, mindegy, amúgy én nem mondom vagyok, hogy nyomjuk neki. Incendio közvetlen közel nagyon jól működik. Confringo is tök jól működik. Oké, akkor ezeket fogjuk csinálni, és le is tudtam fegyverezni, és így meg is halt. Wow! Ezek rohadt jól működnek, csak a franc sem emlékszik rá, hogy pontosan mikor történik ez meg. Kapjátok rendesen, amúgy nem tudom, figyeltek-e. Kapsz egy kapitulátuszt, és így el is intéztelek, és el is intéztem mindenkit ezzel. Jó, oké, egy kicsit így lassabb voltam amúgy, úgy éreztem, de amúgy egy ütés sem kaptam ezektől a csíráktól. Jó, a stuport nem használtunk, amúgy az kellett volna. Melyik a stupor? Amikor a protégóval sikeresen hárítást hajtasz végre, tartsan lenyomva a Q gombot, és akkor a stupor ellen támadás fog majd menni. Oké. Okay. Megkerüljük? Aha, megkerüljük ezt a placot. Ezek bizony ismerősnek tűnnek, igen. Azt mindenképpen mozgatnom kell azt a platformot, de vajon merre? És akkor oda tudom magunkat húzni, így középre. Aztán oda tudnám magamat húzni, merre kell mennem, haló? Oda, szépen, mert arra felé mennek ezek a dolgok. Meg kéne emelnem ezt Leviosóval szerintetek? Vagy ez így jó? Aha, ez így jó volt, oké. Okay. Akkor egyszerűen csak megvizsgáljuk, és akkor megyünk tovább. Gondolom nem ez volt az első próba. Gondolom ennél azért nehezebb lesz, vagy ennyi volt. Csak nem. Vagy de? Nem. Itt még lesz valami. Mit mutatott ez most nekem? Hogyha megkerülöm... Ott van... Várjál, most mi van? Most ez már túl trippy. Ez most már nagyon trippy, nem vágom, hogy most éppen mi történik. Viszont találtunk egy talárt, ami lehet, hogy jobban jelenleginél nézzük meg. Aha, 10-en jobb támadás, hát azt fölvesszük. Akkor menjünk ki. Az ott megvolt. És akkor oda kéne átjutnunk, aha, és ezzel a platformmal valószínűleg. Ott középen ott van egy láda, azt azért érdemes lenne amúgy szerintem lecsekkolni. Szóval csináljunk egy olyat, hogy Akio, és akkor így eddig tök jó, ide átugrok, megnézem ebben mi van, 40. Galleon, kilótulunk itt minden srácokra, ezen nem újjon. Szemüveg. Na, nézzük meg, hogy ez jobb-e. Kettővel több védelem. Figyelj, felvesszük. Jó van, a kinézetét azt viszont megváltoztatjuk, ez nem túl szép. Vajon ez teljesen jó kis ezüst szemüveg. Jó van, finom. Oké, és akkor oda kihozzuk magunkat, vagy hát invító magyarul. Jó, és akkor innen átugrunk. És akkor, de most én miért vagyok izébe? Miért vagyok pirosba? Ó, ez hülyeség volt. Jó, ez hülyeség volt. Gyere ide! Szépen átugrok. Igen, megváltozik. Még több védelmező. Na jó van, hát akkor figyelj, nyomok rád egy X-et, tatyám. Trippin pepperoni. És akkor... Nyomunk egy kapitulátuszt, és akkor Confringo, és akkor Incendio, és akkor mehet minden, kapja rendesen, szevasz csíra. Még egy kapitulátuszt. Úgy van, és akkor őt már meg is öltük. Ez egyre könnyebb, egyre profi vagyok. Egyre profi vagyok, nincs mese. Nincs mese, egyszer nincs bírás Luckai papával. Jó, ez ugyanúgy néz ki, mint az előző csarnok, amiből most jöttünk. Csak más egy kicsit, jó. Ide kihozzuk ezt a témát.
Még, gyere! Ez az. És akkor ezen is meg tudok vizsgálni valamit. Ide most akkor be kéne mennünk, ugye? Fú, basszus, ez... Ez kezd elszabadulni, ez a dolog. Megmondom nektek a tök őszintét, hogy kezdem elveszíteni a fonalat. Akkor még egyszer gyere ide. És itt, ezt itt megint megvizsgálom. Jó. És aha, várj, és akkor most arra kéne mennem, aha, látom. De hogy a francba tudok itt átmenni? Na, ezt kéne akkor hogyan kitalálni. Ezt kéne átrakni oda. Vagy várj, itt alul, hogyha átmegyek, akkor... Ja, hát át tudok ide jönni. Csak kéne egy olyan platform, nem? Bemegyek. És akkor... Oké. Oké, már csak valahogyan fel kéne oda jutnom. Valahova elhúzom, akkor az ott fog maradni, és hogyha visszamegyek, akkor lehet, hogy rá tudok ugrani, vagy átvegyek ebből az irányból. És akkor most ott van a híd, igen, és a platform az itt van ezen a felén. Csak benne van a hídban, jó, akkor még egy picit arrébb kell húznom. Mi, akkor bemegyek, és akkor itt nincs a híd. Haha, nagyon komoly. Nagyon komoly, akkor kicsit még kiebb húzzuk, hogy ne ragadjon be, valóban eddig mondjuk, tök jó. Megint átmegyünk, itt van a híd. Jó, és a hídra valahogyan nekem most fel kéne menni, hogy tudok felmenni oda, várjál. Ja, hát itt van a lépcső, és most Akióval ide tudom húzni nagyszerűen, és akkor rá tudok ugrani. És ott azokon van valami, amúgy egy láda, vagy bármi, ha azon a felén van egy láda. Hogy tudnék oda elmenni? Mert oda tudom magamat átkihozni, igen. De oda... Hát jó, mindegy, az ott maradt. Az most ott maradt. Úgy döntöttem, pedig lehet, hogy jó út volt benne. Jó, ott is van egy láda viszont, ezt megnézzük. Ez itt egy kicsit elérhetőbb, egy új köpeny. Kinézet, I guess. Nagyon menők ezek a... Ezek a padlók. Jó van, akkor itt aztán megint csatázunk egyet, úgy érzem. Igen, jó. Figyelj, kapitulátusz, jó? Aztán kapsz egy konfringót is. Aztán még fel is gyújtolak, hopp. Aztán... most kéne egyet dodzsolni. Mit kaptam? Várjál, kéne egy G. Oké, ez most egy kicsit nehezebb csatának tűnik. Expelliarmus. Na, konfringó, de jó lent volna, hogyha lett volna. Na mindegy. Oké, egy megvan, egy dodge megvan, egy capitulatus, egy confringo, és akkor meg is lesz, jó? Aha, és akkor jönnek még a kicsik, aha, jönnek még a kicsik, ez azért egy kicsit túlerőnek érzem. Megoldjuk, szét, szedünk mindenkit, srácok, esélyük nincsen. Esélyük nincsen, na. Te kapsz egy X-et mondjuk, mert most már meg tudok valakit így simán ölni, tök jó. És jönnek a kis lövések, jó, te meg is fajtetjám. Kapsz egy kapitulátuszt, és szerintem ki is végezlek mondjuk, így tök simán, jó, egy konfringó. Meg vagyunk. Jó. GG mindenképpen. Ezeket az ősi varázsló cuccokat összegyűjtöm, jó van. Revellióval megnézzük, van itt bármi, de talán nincsen. Mehetünk tovább. Oké, megvizsgáljuk ezt is. És ott megint van egy olyan kapu. Gyere ide! Ráugrok. És akkor oda le kéne menni? Lehet, hogy oda le kéne menni. Nem tudom, hogy mennyire jó nekünk, de mindegy, leugrunk ide. Megnézzük, hogy itt mi a harci helyzet. Az ugyanaz? Nem, az nem ugyanaz. Aha. Hova kell, oda kell mennem. De amúgy az ugyanott ott van, csak nincs itt ez a járda. Annyi a különbség, nem? Hogyha beleugrok, akkor meghalok, gondolom, mert leesek. Ja, jó van, ezt leteszteltük. Na és figyelj, akkor ezt közel húzzuk. Átugrok. És akkor... menjünk arra felé. Így szépen mondjuk eddig. És... ha azt így... aha. Egymáshoz tudom húzni a kettőt így. Yes! Oké, és így átugrok. Meg is vagyunk, és akkor így egyből tudok oda menni. Jó.
meg lesz, ez jó van. Szépen itt meg is érkeztünk, és már át is ugrottam. Nem tudom, végén tuti lesz majd valami final boss, ami lehet, hogy most lesz, mert kettő erőnyerő főzetet találtam. Ezek mindig gyanúsak egy játékban. Ezt a ládát meg átmutattuk, még 5 Wingenwelt potion. És itt lesz a final boss. Ez tuti, hogy valami final boss lesz. De ez lehet, hogy csak egy olyan őrző. Vagy több őrző. Na nézzük, srácok, mi a helyzet veletek? Incendio. Úgy kell az neked, jó? Oké, ez sem nagyon hat rájuk. Szóval... Oké, oké. Vegyük komolyan. Kapsz egy kapitulátuszt. De mellé lőttem azt. Jaj, menekülj! Jó, és most kéne egy X, hogyha már tudok, még nem tudok sajnos. Oké. Confringot viszont kapott a csíra. Le kéne fegyverezni, le is fegyvereztük, és hát most már nem adok neki X-et, mert ezt már meg tudjuk ölni szerintem. Pillanatokon belül. Na, azaz megvan. Jó, ezeket a kicsiket meg elintézem szerintem simán. Opa, közben kaptam egyet, de... Szerintem ez... sima lesz. Így van. Oké. Éppen lement a HP-m eléggé rendesen. Oksa. Mi a bürös szar ez, de komolyan. Kap még egy X-et, vagy... Mit kell ezzel csinálnom? Kap még egy X-et. Még jó, hogy nem nyomtam el az X-eket, mert itt most rohadtul kellett. És most már összeszedem őket. Oké. Nyomok egy Y nekidobást. Oké, ittam egyet. Ezeket az X-eket mindenképpen össze kell szednem, mert... Mi történik? Jézus úristen. Oké. Hát figyelj, én nyomom rá a cuccokat, ezt most elcsesztem. Csak azért, mert ezeket a kis kék szarokat össze akarom szenni. Oké, Wingenwelt potion kell. Ez az első bosszom a játékban körülbelül, és... Ezekre kéne kontrázni, nem? Figyeld! Megpróbálok... erre nem. Erre dodge kell. Úgy. Jó. És kellene majd egy X mindenképpen. Erre kellett volna most kontrázni egy, mondjuk az Expelliarmus-szal, vagy Confrigo-val, vagy bármivel. De most meg nem tudtam volna. Aha. Jó. Jaj, dodge! Jó, nagyon kellett. Egy Confringot rányomunk. Oké, azt össze kéne szedni, így. És még mindig nem tudok X-elni, basszus. Hát az Expelliarmus az nem hat semmit, ahogy látom. Jaj! Nem tudtam dodge-olni, itt iszunk még egyet. Most kaptál egy Confringot, jó. Megy a dodge-ás, és most jöhet egy X. Bang! Oké, végre kapott egy X-et. Túl messze voltam az Incendiohoz. Oké. Gömböt el kell pusztítanom, miközben töltődik. Ez szerintem sárga varázslat kéne, de az most nincs a repertoáromban, szóval megvárok egy lilát. Vagy megölöm amúgy, mert most már lehet, hogy tudok vele végezni is. Az Incendiohoz túl messze vagyok mindig, nem tudom minek nyomogatom. De most már megleszünk. Most már megleszünk. Megvan. Megvan. Jó. Szerintem teljesítettük a próbát. Szerintem megvan. És a próba titkát kell megtanulni, megismerni. Csekkoljuk le. Wow. Merengő. Na. Ezt lecsekkoljuk. Előtte találtuk egy svájci sapkát. Nagyszerű. Oké, akkor nézzük meg.
Rehem emlékét. Nézzük meg, hogy mi volt ennek a próbának a titka. Ez igen. Sutty. Na nézzük. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok. Az a kis csaj, aki ugyanúgy az ősi varázslatos téma volt, yes. Építget. Építget dolgokon. Aha. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Hogyan? It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. Hogy manipulálni az érzelmét. It is not your pain to take. Ha. Megpróbálja, meg fogja próbálni valahogyan elvenni a fájdalmát és így manipulálni az ember. Az ember érzelmeit. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? És ő már professzor. I'm pleased to hear that you'd accepted the position of defense against the dark arts, Professor. Sit, sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. No. See you then. Be fogja mutatni az apját, hogy izé zombi lett. Következő próbába derül ki, rohadt életbe. A rohadt életbe. Ja, menj vissza a térkép csarnokba. Jó. Valószínűleg ez egy rövid, rövid út vissza a térképcsarnokba, és ezzel teljesítettük az első próbát, I guess. Ezzel szerintem teljesítettük az első próbát, igen, mert itt van Fig meg Rackham. Szávattok, tetyáim? GG easy, ennyit szeretnék hozzátenni. Rookwood! What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Rookwood, we saw you in the Pensieve in Gringotts. With Professor Rackham. Indeed. So, you meg most is láttam, most is a merengőben. Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Mm-hmm. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Okay. Are you able to tell me anything about the next trial? Nem hiszem. Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. Okay. Goblins. The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bacar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more.
We shall defer to you in this matter, of course. Akkor később fogjuk majd csak másik próbát elkezdeni, gondolom. Megdumálják. Do you think that there's a connection to Victor? Aha. Perhaps. Én is amúgy igen, nekem én is ez a pont gondolkodtam. For now, tell me what you saw in the pensive. Biztos rokonok. From the last pensive, Isadora became a Hogwarts professor. She argued with Professor Rackham about using a fájdalom mágiával való megszüntetés. Hopefully the next pensive provides more context. For now, reméljük. We should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. Aha. He seemed friendly. Well, it's worth a try. Jó, dumáljunk vele. See what you can find out. Of course. Dumáljunk vele. Don't forget my studies. Yes, sir. Meg a tanulmányom, mert nem felejtem el természetesen. Tessék, Rookwood. Mondjad. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, what? And I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Okay. Nem az úton ősi varázslatokat találtak, a kód, amelyek hozzájuk mindenképpen. Közben itt beköszönt az ősz, I guess. Aj, de szép a kis Roxfortunk itt az őszi színvilágban, srácok, lányok. Ha csak nem lesz valami nagyon hosszú beszélgetés itt, de úgy látom, befejeztük ezt a szekciót. Vége ennek a videónak, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és folytatni fogjuk, tökre élveztem én is. És akkor folyt köv. A következő részben is szerintem akkor tényleg a tanulmányainkra ráfekszünk, aztán reméljük, hogy a másik próbánt meg majd el tudjuk kezdeni majd. Bízok ebben mindenképpen. Jó van, itt a posták közben jönnek, de ha tetszett ez a videó, kérlek szépen a lájkot csapassátok rá, és találkozunk a következő részben is. Én Lucky voltam, kussoljál már, bún! Sziasztok! Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcodból ő varázsolhat vidámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt. Yeah.